új tagokat is köszöntünk a bizottságban. Köszöntöm dr. Visi Zsolt professzor urat, aki mostantól kapcsolódott be a bizottság munkájába. Ő egyébként jelen pillanatban a miniszterelnökségen miniszteri biztosi feladatot is ellát, hiszen a kormány dolgozik gőzerővel azon a nagyívű pályázaton, amely egy új világörökségi, nem is egy helyszínen, hanem egy egész rendszerrel gazdagítaná Magyarországot. Ennek a programnak a koordinálását végzi professzor úr miniszteri biztosi pozíciójában. Szeretettel köszöntöm Mártoni Máté Kingát, aki a Magyar Turizmus ZRT belföldi igazgatója. Igazgató asszonnyal nagyon régóta sokat beszélgetünk a budai várnak a turizmusban betöltött szerepéről. Azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy a turisztikai szempontok is, vélemények is megjelenjenek a bizottság munkájában. És köszöntöm még Benyó László műemlékvédelmi szakmérnököt, építészt, aki szintén bekapcsolódik a bizottság munkájába. Túl vagyunk a budavári lovardának közbeszerzési eljárásán. Ez lezárult március 30-ével volt a beadási határidő. Tájékoztatom is a jelenlévőket, az újságíró kollégákat is, hogy 5 ajánlat érkezett ezeknek az építésre. Ezeknek az ajánlatoknak az értékelése most kezdődött meg, és remélhetőleg ennek a hónapnak a végén eredményt is tudunk hirdetni a közbeszerzésben, és májusban le tudjuk tenni az alapkövet, és el tud indulni maga az építkezés. Újabb kormányhatározatok is elfogadtunk. A legutóbbi bizottságülésünk óta, és ezeket szeretném ismertetni a bizottsági tagokkal. Lovardához tartozó kiszolgáló istállal épület megvalósítása, ez az 1120/2016-os kormányhatározat, itt 1 milliárd forintos támogatást kaptunk a kormánytól. A Karakaspas a tornyának a helyreállítására 800 millió forintot biztosít a kormány. A Palotaú, Csíkos udvar, Hunyadi udvar közötti akadálymentes közlekedési tengely létesítésére 1,5 milliárd forintot biztosít számunkra a kormány. A kormányhatározat a rámpa újjáépítésére, illetve a Hunyadi udvar és a Csíkos udvar közötti támpilléres várfal rendbetételére 1,5 milliárd forintos forrás biztosít számunkra. Elmondom, hogy mi az, amihez forrás szeretnénk kérni, ami nagy mértékben meghatározza az előttünk álló éveknek a fejlesztéseit is. Az E és az F épület közti nyaktag vagy déli összeköt, amiről az előbb már beszéltem, ennek a rekonstrukciója. Ugye itt ebben a Szent István teremben már rendelkezésre áll forrásunk, de a külső rekonstrukcióra, illetve az előbb említett gyilokjáróval való összekötésre még forrásra van szükségünk. A BTM gépészetének a felújítása és áthelyezése, ez az, amire szeretném forrást kérni. Az előbb említett déli kertnek, a gyilokjárónak a teljes rendbetételére, illetve a buzogánytorony helyreállítására. Amire még költségvetési forrást szeretnénk kérni, az az F-épület teljes homlokzati rekonstrukciója, és az F-épület valamennyi nyilánzárójának a cseréje, illetve az F-épületen a Hausmanni tetőnek a rekonstrukciója. További forrást kérünk, az a szárazárak feltárása és látogathatóvá tétele, a Palota útra néző teljes időtávfalak a rekonstrukciójára, a teherelosztó épületének a lebontása, de nagyon súlyos környezetvédelmi tehermentesítésre is szükség lesz, hiszen az épület tele van azbesztel, és majd későbbiekben szeretnénk az Öntőház utcai támfalra és lépcsőre is pénzt kérni. Palotában Palota Múzeumot szeretnénk látni, tehát a magyar kultúra csak jól jár, ezzel a kulturális tereink bővülnek, korszerű új Széchenyi könyvtárra van szükség, korszerű új Nemzeti Galériára van szükség, és a Történeti Múzeum az gyakorlatilag elfoglalhatja az egész palotát, azt, ami egyébként joggal az övé, vagy joggal várható el, hogy olyan funkciója lennek ennek az épületnek, ami egyébként a kultúrát, a turizmust és egyébként részben az állami reprezentációt is szolgálja.